Így vették birtokba a gyerekek hivatalosan is a csalán frissen elkészült játszóteret. A lurkok egyébként már a megnyitó előtti hetekben is használták a nekik készített játékokat, melyek között van csúszda, különféle mászókák és hinták, valamint egy országosan is egyedülálló ketrec focipálya, amelyet Székesfehérvár polgármestere dr. Cserpakovics András személyesen is tesztelt fiával. A játszótér pedig azt gondolom mindig azért készül, hogy a gyerekek használják, a szülők, nagyszülők pedig körülötte beszélgessenek. Azaz egy közösségi tér jöjjön létre. A gyerekek nagyon élvezték a nekik készített játékokat, többüknek kedvence is akadt. Árki Olivér például ezt a mászókát kedvelte meg a legjobban. Kipróbáltam a hintásat, meg ezt. És melyik volt a kedvenced ezek közül? Ez. Mint a terület önkormányzati képviselője Östör Anna Mária mondja, a település részen élő kisgyermekes családok számára nagyon fontos ez a játszótér. Egyebek mellett az életminőség javítása érdekében került sor ennek a megépítésére. Valódi összefogás eredménye ez, hiszen önkormányzati területen képviselői keret, valamint a Depónia Kft. Támogatásával valósulhatott meg ez a közösségi tér. Ezzel és további más fejlesztésekkel együtt most már Csala is valóban Székesfehérvárhoz tartozónak érezheti majd magát. Elég mostoha körülmények között éltek, nem voltak közművek, szociális helységek, úgyhogy ezen próbálunk folyamatosan javítani, már nagyon sok eredményt elértünk. Ez a játszótér, ez pedig elsősorban a csalai gyerekeknek öröm. A játszótér megnyitóján a gyerekeket a Kabócák zenekar szórakoztatta, de fújhattak óriás buborékot is a kicsik, akik pedig megéhezett a sok játék közepette, azt vendégül látták egy babgulyás ebédre.